Néhány évvel azután, hogy a báni méltóságot maga mögött hagyta, Zrínyit a Szigeti Vár és a Dunántúli Főkapitányság élén találjuk. Az ország egyik legjelentősebb és egyben legveszélyesebb végvár vezető posztját ő maga kérte az uralkodótól. Érdekesség, hogy a 16. század második harmadától kialakított közigazgatási katonai rendszerben bizonyos posztok az udvar akaratát testesítették meg Magyarországon, ilyen volt a Szigetvári Várkapitányi poszt, más magas tisztségek pedig a magyar rendek érdekeit, mint a Dunántúli főkapitányi pozíció. Így módon Zrini egyszerre tudta mindkét érdekcsoport érdekeit képviselni, amit sikeresen tudott összeegyeztetni a családdal kapcsolatos céljaival is. És akkor feltehetjük a kérdést, hogy mit keresett itt egy olyan ember, akinek nevét katonai, politikai, szolgálatai révén birodalom szerte ismerték, magyar, horvát és osztrák arisztokrácia legfelsőbb soraiba tartozott, az ország egyik leggazdagabb embere volt, és magas országos tisztségeket viselt. Erre a válasz az, hogy ugye korábban láthattuk a családi birtokok központját Dunántúlon alakította ki. Mindezt Szigetváról tudta a leginkább megvédelmezni. Tehát az egész élettörténetéből tapasztalhattuk, hogy ha harcról volt szó, nem igazán a háttérből figyelte az eseményeket, lehetséges, hogy itt is próbára akarta tenni magát. Mit jelentett akkoriban szigetvári várkapitánynak lenni? Többekben élhet az a kép, hogy amikor éppen nem volt ostrom egy várban, akkor az ott lévő emberek várták az ellenséget, ahogy az erődítmény nevé, neve is utalhat erre. Ebben van némi igazság, de nagyon leegyszerűsíti a helyzetet. Először is nem csak ez az egy vár tartozott az ő fennhatósága alá, hanem Babócsa, Berzence, Vízvár, Csurgó és Barcs katonasága is. Joghatósága kiterjedt a városra, a vár uradalomra, az adók beszedésére, és őt illették meg a városban kiszabott bírságok is. A fent említett két pozíciójával ráadásul Zrényi irányította egész Dél-Dunántúl védelmét, a Balatontól a Dráváig, ahol szinte a nádor országos főkapitányi jogait gyakorolta. Ő döntötte el, hogyan védik a területet, honnan szereznek pénzt a katonai kiadásokra, a sziget körüli uradalmat hogyan szervezzék meg, és az erődítési munkálatokat hogyan és mikor végezzék el. Érdekesség kép megmutatnám, mely területek adóztak 1565-ben szigetnek. Láthatjuk, hogy az akkori Baranya, Kőrös és Tolna megyéből. Északon közel a Balaton vonaláig, keleten átlépte a Dunát, délen pedig Szlavóniában is. Zrényi egyébként nem csak várta az ellenséget, hanem elébe ment. Rögtön a kinevezése után párbajra hívta az egyik legismertebb hódoltsági főembert, Kászín pasát, akinek a dzsámia ma is megtekinthető Pécs belvárosában. Zrényi úgy vélte, állandó rettegésben kell tartani az ellenséget a dráva mindkét oldalán, aminek jó példája 1562, ekkor személyesen vezette hadba az embereit a dráván túra, megverte a pozsegai szandzsák béget, és lerombolták monoszló kastélyát, hogy az ellenség ne használhassa fel. A saját korának azon kisebbségek közé tartozott Zrényi, aki Jól mérte fel az ország helyzetét, ugyanis paradox módon a magyar területek nehezebben viselték a béke éveket, melyek teli voltak harcokkal, csak az aktív határvédelem vezetett eredményre. Az ellenségnek egyébként az volt a véleménye rinyi tevékenységéről, hogy félelmetes, és nekiálltak megerősíteni a helyőrségeiket. Zrényinek 1565-ben meggyűlt a baja a magyar kamarával is, mely vizsgálatot indított ellene. Azt a véleményt fogalmazta meg, hogy Zrínyit le kellene váltani. Végül ez nem történt meg, hiszen alkalmasabb szebényt nem találtak volna a helyére. És mi vezetett ehhez a vizsgálathoz és a döntéshez? A probléma lényegében abból fakad, hogy Zrínyi a rábízott területeken hatékonyabban szedte be az adókat, mint az állami szervek. Ebből fakadó bevétel kiesés pedig érthetően nem tetszett a magyar kamarának. És most nézzük, hogy milyen erősség várta a szulejmáni fősereget többek között Zrínyi erőfeszítéseinek köszönhetően. Adott egy hatalmas erőd, melyet áthatolhatatlan mocsár vesz körül, és több száz méter szélesen az almás patak vize, ezt kisebb várak vigyázzák a főbb utaknál. Ezen kívül pedig ott van az adózó falvaknak a rendszere. Korszerű erődítménynek számított a 16. században, itáliai mesterek is dolgoztak rajta. Felmerül a kérdés, hogy Szigetvára mit védett, miért volt szálka az oszmánok szemében évtizedekig, és mit keresett itt Szulajmán személyesen a fősereggel. Egyrészt, amíg ez az erősség állt, nem tudták elfoglalni teljes egészében az oszmánok Dunántúlt és Szlavóniát. A legfontosabb hajózási, szállítási útvonalakat, a Dunát és a Drávát veszélyeztették a szigeti vitézek. Védte még a stájárészeket részeket is. Slavon területekre is bemerészkedtek a szigetvári vitézek. Sokszor okoztak problémát az ottani szandzsák vezetőknek. Kortársak közül többen az ország legfontosabb erősségének tartották akkoriban. A továbbiakban következzék 1566, a híres ostrom érintőlegesen, hiszen maga a tanulmány Zrinyi személyiségéről szól, az ostrom, az előzményei úgy gondolom, hogy egy külön videót is majd megérdemel a későbbiekben. Maga a hadjárat meglepte az országot, nem számítottak erre egy 72 éves uralkodótól. A hadjárat céljai máig nem tisztázottak pontosan, több lehetséges megoldás is lehet. Minden esetre tény, hogy Gyula és Sziget várát megtámadta és elfoglalta a török, az oszmán uralkodó Sziget alatti halálát követően nem folytatódtak a hadműveletek. Ez rényi a közelgő veszély hírére. Már 1565 végén elkezdett készülni a legrosszabbra. Igyekezett még több katonával kiegészíteni a már meglévő állományát. Így legalább 3000 főt szeretett volna a fárvédelemhez, és egyúttal tervezte a hadjárat eltérítését, hiszen egyes hírek szerint Szulajmán Bécs ellen készült. Minden erőfeszítése ellenére 1566 nyarán, 2300 kipróbált vitézével várta a közelgő vihart. Sziget várát nem csak a tóvá dúzzasztott almás patak és a mocsár tette kihívására egy ostromló sereg számára, hanem az is, hogy magát a várost is erődítették. Úgy alakították a természeti környezetet és a települést, hogy óriási embertömeg, szultáni sereg ide vagy oda, körülbelül 50 ezer fős katonaságról beszélünk, Nekik is város részenként egyesével haladva kellett elfoglalni ezt az erősséget. Lelassítva ezzel, felaprózva minden sereget. Zrínyi a végsőkig ki akart tartani, hiszen egy ország részt egyúttal a családi földjeit is védelmezte. Szigetvár védői kész voltak kockáztatni és feláldozni az életüket és vérüket a hazáért és a kapitányukért is. Egy világbirodalom korszerű, óriási fölényben levő seregével szemben az ő maroknyi embere nézett farkas szemet, Góliát Dáviddal várbajozott. Óriási felelősség volt a várkapitányon nemcsak a várbeliek életét illetően, hanem hogy jól használja fel ezen emberei életét és a vár erejét a védelemben, minél kevesebb emberét áldozza fel, minél több török életéért cserébe. Valóban a bibliai góliátot tartóztatta fel egy hónapig, és olyan veszedelmet nem engedett a város falai alól tovább menni, melytől egész akkori Európa rettegett. Ennyi győzelméért ugyanis naponta imádkoztak az itáliai, angol, német templomokban, de Bíboros pedig később így emlékezett mindenről. Csodára volt szükség, hogy a Habsburg birodalom fennmaradjon. Ez a csoda Szigetváron történt meg. Itt dőlt el, hogy a kereszt vagy a félhold uralkodik Európában. Zrényi végül visszaszorult a vár egyik belső szegletébe, és mivel a tartalékai elfogytak, maradék emberei a végkimerülés szélén álltak, külső segítség pedig nem érkezett, Ráadásul lángokban állt a környezetük, a kirohanás mellett döntött mielőtt eltökélt gondolatait tettekre válthatta volna, beszédet tartott megmaradt emberei előtt. Testvéreim és vitézek, íme mindannyian látjuk, mind büntet minket az Úristen tűzzel, hogy ellenségeink erőt vesznek rajtunk a tűzzel, és nem annyira az ő erejük, mint inkább a tűz pusztít el és győz minket. Mindezért legyen hála az Úristennek, el kell fogadnunk ezt a büntetést, mint Istentől kapott jót, mert nem csak a mi bűneinkért, hanem az ország más bűneiért is büntetni akar minket. Tudjátok, aztán jól, mint esküdtem először én, utánam pedig ti minnyájan hűséget esküdtetek, ezért itt most együtt akarunk élni és meghalni. Hála legyen az Úristennek, hogy eddig semmiféle hűtlenség nem jelent meg köztünk, most se legyen. Éme most már mind látjuk, hogy itt nem lehet tovább maradásunk, ezért ha minnyáján azt is akarnók, nem tudunk az erő és a tűz miatt megmaradni. Miért akarunk hát itt elégni. Induljunk vitézek kifelé ebből a várból, a nagyvárba, ott pedig verekedjünk meg szemtől szembe ellenségeinkkel, hogy halálunk után jó becsületes hírünk legyen. Aki meghal, istennel lesz, aki pedig megmarad, annak mindig jó híre lesz. Én leszek azért az első, és én megyek elsőnek előttetek. Amit én fogok tenni, tegyétek ti is azt. Nem tudhatta, hogy 1566. szeptember 7-én délelőttjén, amikor egy ilyen erődemonstráció, mint a legbecsesebb kincsük, az életük feláldozása mellett döntött, Alig néhány órával korábban Szulajmán is kilehelte a lelkét a sátrában. Ugyanis ezt az emberei eltitkolták az egész katonaság elől. És az ember, aki életében oly sok embert megtévesztett, most halálában a saját halálával kapcsolatos megtévesztés áldozata lett. Még a testét is úgy mozgatták titokban a sátra előtt a katonáinak, mintha élne. Zrényi szorult helyzetében megtehette volna, hogy feladja a várat és megmenekül, de nem ezt az utat választotta. Ez is elképesztő lelki erejéről, elszántságáról, kötelességtudatáról tudatáról tett tanúbizonyságot. Ha valóban Bécs volt Szulejmán nagy célja, Zrényi alaposan keresztül húzta a számításait. Húszezer embere veszett oda Szigetvárnál, nem beszélve az oszmán birodalom legnagyobbnak tartott szultánjáról. A vár végül a törökök élet és több mint egy évszázadon keresztül helyőrségként használták. Viszont a történelem halad, a törököt idővel kiűzik az országból, az oszmán birodalom elbukik. A török helytartók neveit, tetteit ma már a történészeken kívül senki nem tartja számon, a szulajmáni kegyetlen pusztítások emléke is megfakult a magyar-horvát nemzet lelkében. Viszont Rényi és katonáinak neve máig él, közterek, intézmények, utcák viselik neveiket, és Szigetvár város minden évben megemlékezik a magyar és horvát, valamint birodalmi hősről és katonáiról, akik felemelő és követendő példát tudtak mutatni a világnak és az utókornak. Végül tanulságként nézzük meg, hogy milyen ember volt akkor lényegében Zrínyi, illetve mit tanulhatunk tőle. Először is kezdeném azzal a tanulsággal, amiről érdemes elgondolkodni, értsük meg, de már ne ismételjük meg. Ilyen a birtokfoglalások probléma köre, vagyis elvenni erővel azt, ami a másé. Fivére János konkrét példáján láthattuk, hogy hadaival a zágrábi püspök birtokai ellen vonult. Ennek az előzményeit és az okait nem ismerem, és természetesen nem mentség, hogy a kortársai között is voltak, akik ugyanígy cselekedtek. Ami a más tulajdona, az csak két úton kerülhet hozzánk tisztességesen, ha a tulajdonos önként lemond róla, vagy az uralkodó által. 1540 után viszont nincs adatom arról, hogy öröklés, házasság, vásárlás vagy királyi adomány mellett zrényi birtokok foglalásával szerzett volna újakat magának. A következő az, hogy meggyilkolni azt, aki az utamban áll, ne talán még galátságot is tervez velem. Itt ugye az orgyilkosságról van szó amikor nem tisztességes egy-az-egy egy elleni párbaj van, vagy csatában állt ki vele szemben. Tudom, hogy manapság amerikai filmek tömege sugalja azt, hogy ellenfelünket bérgyilkos vagy mafiózók profizmusával eltehetjük lábalól, és akkor érvényesülni tudunk. Mégis a normál emberi viselkedés és a magyar erkölcs nem ezt tanítja a mai kor végletekig racionális, és ezáltal már gyakran irracionális gondolkodása valószínűleg megérti Zrényi és Fivére tettét, hiszen Káciáner az ő és országa szabadságára tört, elárulni készült őket, ráadásul Ferdinánd kiadta az elfogató oklevelet, élve vagy halva. Nem az én tisztem megítélni a tetteit, Ráadásul minden ember követel hibákat, és egyúttal, és cselekszik jól élete folyamán. Zrényi sem volt kivétel ez alól. Ugyanakkor a hiba akkor az, ha nem tanulunk belőle. Birtokfoglalásra, hasonló gyilkosságra 1500 után nem találok példát. Ezután élete a Báni, Főkapitányi, Várvezetői és Katonai Parancsnoki szolgálatról szólt. Célja az, hogy okosan és összeszedetten álljunk ki magunkért. Hátrányos, nehéz helyzet ide vagy oda, hozzuk ki a legtöbbet abból, amink van. Ebben biztos, hogy komoly példát mutatott a kortársai és az utókor számára is. Most pedig következzenek azok a jellembeli tulajdonságok, melyeket viszont érdemes követnünk és megfogadnunk. Először is bátor volt és harcias, és miért mondom ezt? Felmondja a törökkel való szerződést a birtokai tekintetében. Ez nem csak annyit jelentett, hogy megbeszéljük, eddig nem voltunk ellenségek most meg igen. Ezzel bizony kockáztatta az emberei a saját és a családja életét, birtokai vagyonai épségét. Ha belegondolunk, addig 1540-ig legalább a háza táján nyugalom volt, ha körülötte az országban vihar is dúlt. 1540-től az rényi birtokokon is jobban meg kellett szervezni a védelmet, a család férfi tagjainak kiállni az emberei élén a törökkel szemben, a jobbágyoknak pedig veszély esetén menekülni, illetve menteni a menthetőt. Magyarán háborúba került, ami nem néhány évig, hanem esetében 160 évig tartott. Tehát az anyagi javak és az emberi élet, melyek rá lettek bízva, veszélybe kerültek. Mai átlagosan racionális elmével gondolkodva még ostoba lépésnek is tűnhet. Vigyázz arra, amilyen van, és nem becsüli meg. Igen ám, csak ott, a, ott van a lélek is. A lélek azt mondja, állj ki azért, ami fontos neked. Azok a dolgok, amik a léleknek fontosak, általában túlmutatnak az emberen. Zrényi tetteiből ítélve neki rendkívül fontos volt a családja, a hazája és a hite. Igen, őseinkben még ott volt a hazaszeretet, ez Rényi esetében a magyar és horvát haza volt, ami számára ugyanazt jelentette. A lélek logikáját sokszor az okoskodó racionalitás nem értheti meg. A legfontosabb dolgokat kockáztatta a családja emberei a saját életét, illetve a birtokait, azért, hogy szolgálja a hazáját. Ehhez nagy bátorság kellhetett meghozni egy ilyen döntést. A másik út sokkal egyszerűbb, kényelmesebb, biztonságosabb és anyagilag is olcsóbb lett volna. Mégis nyíltan a háborút választotta annak minden következményével együtt. Tehát igen fontos volt számára a haza és az ehhez szervesen kapcsolódó hit is. Következő példa arra, hogy miért is volt ő bátor szerintem: mindig személyesen vett részt a csatákban az emberei élén. Fontos a vezényszó nála, mely mindig így hangzott utánam, nem pedig az, hogy előre, vagyis nem a háttérből figyelte az eseményeket, és nem a táblán kívülről vállalt sakjácmád. Bátor volt még amiatt, hogy a báni pozíciót viselte közel másfél évtizedig. Egy presztízsét vesztett, nagy kihívásokkal teli, nem túl szervezett tartomány harcolt a török balkáni csapataival. Egy kortársak szerint is kétségbejtő helyzetű tisztséget, csak az vállal, aki erős, határozott és fel is tudja emelni a tartomány helyzetét. Báni tevékenysége alapján ő pontosan ezt is csinálta. Ezen kívül bátor volt elvállalni a szigeti várkapitányi pozíciót, mely akkoriban az ország egyik legfontosabb végvára volt. Bátor volt még 1566-ban a várban maradni, és az életét áldozni azért, ami fontos volt számára. A következő emberi erény, ami jellemezte, az a hűség. Igyekeztem rávilágítani, hogy a 16. századi Magyarországon három féltől remélhetett az ország segítséget. A Habsburgoktól, Szapujaitól, illetve a későbbi erdélyi fejedelemségtől, valamint magától a töröktől. Zrényi Ferdinánd mellett tette le a voksát, és élete végéig ki is tartott mellette. Hűségnek lehet azt is mondani, hogy kitartott fiatalabb kori elhatározása mellett. Ha egyszer felvállalom a török elleni harcot, akkor 5, 10 és 30 év múlva is ez lesz a helyzet. Nem kötött privát békét velük ő volt az elhatározásához. Ugyanez volt a helyzet apja családfői iránymutatása iránt, kivéve természetesen a török kérdést, gyarapította a birtokait, hol foglalások, hol adományozások, illetve családi kapcsolatok révén. Amiben szintén jó volt, használta a józan paraszti eszét. Nem járt a korban oly nívosnak számító német vagy itáliai egyetemekre, Cserébe viszont hajlandó volt új dolgokat tanulni a gyakorlatban. Politika, hadászat, érdekképviselet, a rábízottak védelme és vezetése, Horvátország Szlavónia vezetése, szervezése, védelme, az ellenséggel szembeni kiállásnál a többet észszel, mint erővel taktikájának élesítése. Mindezeket a gyakorlati életben akár napi szinten folyamatosan élesítette és csiszolta. Akkor is használta a józan eszét, amikor világosan látta, hogy milyen korban van, milyen kihívások közepette, és mi lesz ennek a kifutása. Ugyanis sokkal nehezebb meglátni a valós helyzetet akkor, amikor éppen benne vagyunk. Ez minden ember és nemzet életében így van. Viszont ha már van némi bölcsesség, már is reálisabbak lehetünk. Zrínyi jól tudta a saját korában, hogy a török elleni harc hosszú távú lesz. Nem lehet például egyetlen nagy hadjárattal kiverni őket országból. Annak még nem jött el az ideje. Ezt a nézetét sokáig a Habsburg hadvezetés nem osztotta. Ezen kívül még volt egy olyan tulajdonsága, hogy érdekérvényesítő volt, ez a tulajdonság manapság biztosan jobban cseng, mint mondjuk a hűség, viszont nem teljesen a mai értelemben beszélek róla. A családja érdekei fontosak voltak a számára, így az évtizedek alatt a védettebb Dunántúra telepítette birtokait Horvátországból. Mivel a 16. században egy embernek annyi hatalma volt, amennyi földje, így ezek kiterjedését is gyarapította. Viszont fontos kiemelni, hogy a családja, a haza és az ország vezetőinek érdekeit mindig összehangolta, tehát nem egymással ellentétesek voltak számára. Pozitív tulajdonságnak mondható még az, hogy vezetésre és szervezésre egyaránt kiválóan alkalmas volt. Vezető pozícióra, amikor emberek életét, sorsát kellett irányítani, nem mindenki alkalmas. Ez tény, nem is érdemes ezzel vitatkozni. Vezetőnek az alkalmas, akár bármely területen, aki úgymond saját magát is tudja vezetni és uralni. Vagyis tisztában van az erősségeivel, a gyengeségeivel, és ezeket megfelelőképpen tudja kezelni. De mit is jelent ez? Az erősségeit mások szolgálatába állítani, itt már nem a magam érdekeit teszem első helyre a fontossági sorrendben, hanem a rám bízotta két. Ez ellentmondásnak tűnhet azzal, amit az előbb mondtam. Valóban érvényesítette a maga érdekeit a megfelelő helyen és időben, viszont amikor bán volt, a közösség érdekeit szolgálta. Óriási különbség van egy főnökösködő valaki és egy igazi vezető között. Az igazi vezető a te érdekeidet is nézi, benne van a nevében, hogy vezet. Irányt mutat. Egyúttal példát is gondoljunk csak azokra a szigetvári hősi halált halt vitézeire és hadnagyaira, akik vele együtt vállalták a halált is. Benne volt az is, hogy Istenért és a hazáért, természetesen. Ők évek, évtizedek óta összeszokott katonaság volt Zrényi parancsnoksága alatt. Milyen parancsnok lehetett az ilyen, akinek még ezt a parancsát is vállalták? Végül kitartó volt, és igencsak mély hite lehetett. A videó elején ízelítőt kaptunk abból, hogy milyen volt a korszak. Török dúlás, fosztogatás mérték nélkül, ugye ott volt 1526-ban Mohács, 1541-ben Buda elfoglalása, az ország elveszti az integritását, három részre szakad. Voltak falvak a században, melyeket hatszor rombolt le a török, és hatszor építettek újjá. El tudjuk ezt képzelni manapság, egy vagy két generáción belül. Egy erőszakos világhódító tapodja a nagymúltú magyar királyság földjét. Ha kifejezetten csak a bajokat nézzük, valóban kétségbejtő a helyzet. Viszont Zrényi sok kortársához hasonlóan nem használta kifogásnak a külső körülményeket. Ő is úgy tartotta: Hiába van sötétség körülöttem, attól én még adhatok fényt, mutathatok jó példát. És így is lett. Az ő személye sokban hozzájárult ahhoz, hogy reményt adjon az országnak. Hogy egy ember is sokat tehet, ha mindent tőle telhetőt megtesz. A panaszkodás, siránkozás is egy opció. A nehézségekre adott egyik válasz és lehetőség. Viszont mindig van választás. A magam részéről úgy tartom, hiába tűnik sokszor nehezebbnek, rögösebbnek az az út, melyel embertársainkat segítjük egy sötét korban, mégis sokszorosan és nem várt módon megtérülhet ez a fajta szellemiség. Akár egy hétköznapi ember számára is, akár kicsinek tartott dolgokban is. Nem kell természetesen mindenkinek hadvezérré válni, hogy vezessen, hogy fényt hozzon, hogy adjon, hogy reményt keltsen és inspiráljon másokat. A hétköznapok forgatagában elég egy jó szó, figyelem a másik iránt, megértés és segítés. Ha röviden össze akarnám foglalni, Mizrényi üzenete bárkinek, aki meghallgatja őt aki kicsit nyitottabb szívvel jár, mindegy, hogy milyen nehéz a helyzet, a körülmények, de attól még ne félj tenni jót másokkal és másokért.